Javaslatot fogalmazott meg a pécsi Fidesz frakció szociális rezsitámogatásra és bérleti díjkedvezmény bevezetésére, az energiaválság hatásainak mérséklésére. Erről számolt be Csizmadia Péter csütörtökön. Az átlagfogyasztás feletti rész esetén, tehát azokra, akik az átlagfogyasztás felett kénytelenek fizetni a gázfogyasztás után rezsit, havonta legfeljebb 15 ezer forint támogatásban részesítse az önkormányzat, áramfogyasztás esetén pedig szintén ebben az esetben, hogy amennyiben túllógnak az átlagfogyasztáson, akkor 5000 forint havi rezsi támogatást nyújtson az önkormányzat a részükre. Az állandó pécsi lakcímmel és ténylegesen itt élők részesülhetnének ebben a javaslat szerint. Közülük is azok, akik különösen kitettek az energiaárak növekedésének. Mi az egyedül élőket gondoljuk, ahol gyakorlatilag nincs más a közvetlen háztartásban, aki hozzá tudna járulni a létfenntartáshoz. Ezen kívül a gyermeküket vagy gyermekeiket egyedül nevelőkre, hiszen itt szintén csak egy egykeresős és egy egyszülős modellről, ha beszélünk, akkor azt gondolom, hogy mindenki egyetért abban, hogy ez extra kihívást jelent annak a szülőnek, aki egyedül neveli a gyermekét vagy a gyermekeit. Illetőleg a nagycsaládosok esetén, ahol négy vagy több gyermeket nevelnek a szülők. Fontos kitétel még, hogy az egyfőre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a 115 ezer forintot. A támogatás október 1-től jövő év április 30-áig lenne biztosítva. Az egyéni vállalkozókat, mikro- és kisvállalkozásokat is segítenék, akik az önkormányzattól bérelnek üzlet vagy irodahelyiséget Pécsett, a fűtési szezonban 50%-kal olcsóbban kaphatnák meg azt a Fidesz javaslata szerint. Csizmadia Péter kérdésre válaszolva elmondta, hogy a támogatás mértéke 100 millió forintot tesz ki számításaik szerint. Ezt az összeget szerinte tudja biztosítani a város. A javaslatokról jövő héten egyeztetnek a baloldali városvezetéssel.